A szombathelyi Fidesz tegnapi program bemutatóján zengett a terem attól, ahogy Hende Csaba hazaárulózásra szólította fel a közönséget, írja Ungár Péter Facebook posztjában. Az LMP politikusa szerint a volt honvédelmi miniszter szavainak kell, hogy legyen következménye. Vendégünk Ungár Péter. Jó estét kívánok! Megnézi ezt a videót, ami egy vágott verziója az eseményeknek, akkor nem teljesen egyértelmű, hogy mi miután történt. Én több beszámolót olvastam, meg a nyugat.hu-ét is, és ott, ha jól adják vissza az újságíró kollégák, akkor valaki elkezdett a sorokból hazárulózni, és akkor erre reagált Hende Csaba. Aki szeretné a videót, tehát a Fidesznek a szombathelyi programbemutatójának a videót teljes terjedelmében megtekinteni, az a Népszava online-on fönn van amúgy a vágatlan verzió, tehát onnan tud tájékozódni. Így van, úgy történt, hogy éppen mutatott egy képet Hende Csaba Nemény Andrásról, az én szombathelyi polgármester jelöltjéről, ahova amúgy különböző körözött terroristák voltak mellé montírozva, és amikor itt valaki elkiabálta magát így, akkor utána azt mondta, hogy hangosabban, és mint egy ilyen nagyon rossz, kiöregedett DJ egy nagyon rossz rockkoncerten, ezt így a közönségnek oda-vissza próbálta fölkelteni, majd a végén azt mondta, amikor már többen kiabáltak, hogy hazáruló, hogy köszönöm szépen. Na jó, de azért ön sem most került a politikába. Nem. Tehát azért ezen annyira egy felhevült kampányhelyzetben meglepődni, és volt, aki lemondásra szólította fel Hende Csabát, nem naivitás? Nem. Én hiszek abba, hogy kell szembesítő kampány, és kell az ellenféllel szemben kritikus dolgokat megfogalmazni. Meg is fogalmazunk Balázsi Péter, meg Nemény András között oda-vissza ilyeneket, ki tart kit alkalmasnak, ők lúzereznek, van szó itt néha magánéleti dolgokról is, van szó például arról, hogy mit tudom én, ki mennyi adósságot halmozott fel, ki mennyit tett az utakért, járdákért, tehát vannak ilyen programjellegű dolgok, de van olyan, aki kit tart alkalmasnak, gyávának. Ezek mind szerintem beleférnek egy bizonyos polgári keretbe. Az viszont a mi részünkről egyszer nem fogalmazódott meg, hogy mi azt gondoltuk volna, hogy Balázsi Péter, a Fidesz polgármester jelöltje, nem a nemzetért vagy a városért cselekszik. Azt gondoljuk róla, hogy tapasztalatlan, hogy nincs, hogy nem alkalmas. Azt is gondoljuk róla, hogy elmenekül gyáva módon a vita elől, hasonlóan a fővárosi helyzethez, amit ugye előbb hallottunk. Azt is gondoljuk róla, hogy fontos kérdésekben, mint hogy a Fidesz vissza akarja vonni Jordán Tamásnak a díszpolgári címét, például sunyi módon nem válaszol, tehát megkerüli a választ. Ezeket mind gondoljuk, ezek kemény állításuk, de ilyet nem fogalmaztunk meg. Ez túlmegy egy határon. Ez egy olyan morális határon megy túl, ami azt a kérdést veti fel, hogy ezek az emberek október 13-a után szeretnék Szombathelyet kormányozni. Azért hogy fogják Szombathelyet kormányozni akkor, hogyha mindenkit, aki velük ellentétes politikai állásfoglalást fogalmaz meg, hazárulónak tekintik? Ez lehet egy gyors kérdés, másrészt meg azért tudjuk azt, hogy a Fidesz tud együttműködni, hogyha neki is az érdeke az együttműködés. Másrésztről meg hát nagyjából a 2002-es kampány TFS beszéd óta zajlik ez a kommunikáció, tehát ez ezért nem újdonság. A TFS beszédben hasonló volt az állítás, egy magasabb színvonalon volt megfogalmazva, mint ahogy Hende Csabának most ez sikerült a közönséggel együtt megtenni. De én inkább úgy tenném fel ezt a kérdést, hogy azt kéne Hende Csabának és Balázsi Péternek és ezeknek a hölgyeknek, uraknak, akik ott hazárulóztak, végig gondolni, hogy közelebb vitte a Fidesz szombathelyi programbemutatója a polgári Magyarországhoz minket, vagy nem? Hát egyelőre a győzelemhez szeretnék közelebb vinni magukat nyilván. És ezt az ellenzék is. Én értem, hogy Hende Csaba először egyedülálló módon Orbán Viktor kirúgta, mert nem tudta megépíteni a kerítést. Utána Hende Csaba elveszette a saját többségét, utána szétverte a saját pártját. Most fél, hogy Szombathelyen megbukik. Én értem, hogy fél, akkor féljen otthon a négy fal között, de ne szennyezze ennek a városnak a szellemi környezetét. Mennyire vevők erre a hangulatra a szombathelyiek? Én biztos vagyok benne, mert hogy ott teltház volt, az látszott a képeken. Én most nem akarok még belemenni, hogy az EP választási kampányban mely politikusoknak volt még teltházuk abban a teremben. Hát csak azért, mert a mondat második fele az, hogy önmagában mindannyian tudjuk, hogy nem a teltházas rendezvény jelzi a választási sikert. Senki nem gondolja, hogy Fidesz egy könnyű ellenfél lenne bárhol Magyarországon, Nyugat-Magyarországon, pláne nem egy könnyű ellenfél, de az a helyzet, hogy az, hogy ők egyszerűen ilyen becsmérlő stílusba beszélnek, az látszik a videón, ha megnézi valaki a felvételt, hogy az ott ülő Cserpalkovics András meghívott vendég, polgármester úr, illetve Balázsi Péter
olyan szinten szekunder szégyenérzet van az arcukon, csak akkor azt nem értem, hogy miért nem szólalnak meg. Tehát Balázsi Péter nem játszhatja ezt a játékot tovább, hogy ő az emberarcú fideszes, akinek minden egyes politikai véleményét a Mandiner központi oldalon közli le, mert annyira egy emberarcú fideszes, közben pedig Hende Csaba minden hazárulózása, minden árulózása, korábban ugye az árulózás már volt egy párszor, mindegyiket elviseli, ő egy kesztyűbábja ennek az embernek, egy tapasztalatlan, alapvetően alkalmatlan és csak avatni tudó kesztyűbábja. Na, hogy még ki kemény ellenfél a Fideszen kívül, ugye hát a klímaváltozásról azt hiszem talán a Válasz Online-nak adott egy interjút, de több helyen elmondta, hogy az a mérce az LMP szempontjából, hogy ki az, aki ezt fontos problémának tartja, és ki nem foglalkozik vele. És pont ezen a szombathelyi program bemutatón így végignéztem a nyugat.hu, végigvette Balázsi Péter. Tessék? A Fideszesre gondolt. Igen. Balázsi Péter programpontjait, és láss csodát, olyanokat találtam, hogy környezetbarát buszok beszerzése, a parkok zöld felületek fejlesztése, jó, minden születendő gyerek után egy fa, zöld rendszámú autók, ingyenesen parkolnak, stb. Tehát persze Áder Jánostól is lehet nagyon sok szépet idézni, meg biztos Tarlós István is mondott már szép dolgokat, de ugye a Fidesznél, mivel az elmúlt években ők vezették a város Szombathelyen is, ezért önálluk a tettekből tudjuk ezt megítélni. Tehát most nem is kell belemenni mondjuk a Séjé Virágos Rétnek a történetébe, vagy más mondjuk a Falkógyárral kapcsolatos történetbe ott Szombathelyen, de hát ez a városvezetés sok minden volt, mondjuk káoszos, de zöld az nem. Tehát sok minden volt, de zöld nem. Hát és lehet, igen, hogy Greta Thunberg hívószavát ők is meghallották. Hát adjuk meg az esélyt. Azért, még valamit azért mondjunk el, tehát lehet, hogy Balázsi Péter egy új elem ebbe, de az újrainduló fideszes képviselők, akik a testületben a Fidesztől vannak, ők nem új arcok. Tehát ezek az emberek miért lettek volna hirtelen zöldek, amikor eddig minden zöld dologgal szembe szavaztak? Ezek az embereket nem érdekli a természetvédelem, csak abban az esetben érdekelni a természetvédelem, ha Hende Csaba egy álom miatt megvilágosodva újra zöld lenne, erre pedig nem. Hende Csaba önnek nagyon szúrja a szemét. Nem ritkán nekem. Látom ilyen indulatosnak. Én nem nekem szúrja a Hende Csaba a szemem. Egyszerűen azt gondolom, hogy az az ember, aki lehazárulózza az ő politikai ellenfeleit, az az ember nem tud békét teremteni a városban. Az az ember és annak az embernek a politikai szövetségeseinek el kell tőle határolódnia, ki kell mondania arról Balázsi Péternek. Ez megint naivitás. Mi? A térség országgyűlési képviselőjétől egy kampányban mikor fog elhatárolódni a térség vagy a város fideszes polgármester jelöltje, meg a fideszes képviselőtestet jelöltek. Akkor ezt fogja folytatni Csaba még x éven át, és akkor minden alkalommal Balázsi Péterről azt fogjuk mondani, hogy hát nem tud elhatárolódni, amikor ezt és ezt a csúnya dolgot csinálta Hende Csaba, mert hát ez naivitás. Nem naivitás. Az a helyzet, hogy ez az ember találja ki végre, hogy ő önmaga szeretne valamilyen lenni, vagy pedig Hende Csaba kesztyűbábja. Tehát ezt kell kitalálnia. Most van itt a lehetőség, elválik az Ocsú a búzától, egyetérte azzal, hogy Hende Csaba politikai ellenfele hazáruló, vagy nem. Ez az egyetlen kérdés, amire neki válaszolnia kell. Egyébként azért azt tegyük hozzá, hogy az egész hazárulózás kontextus az annak kapcsán merült fel, hogy Nemény András Brüsszelben járt, de gondolom én nem azért, hogy lehet menekülteket az országba telepíteni. Kétlem, hogy ez felmerült volna. Ugye alapvetően egy nagyon hazafias dologért volt Brüsszelbe. Azért volt Brüsszelbe, hogy Szombathely a lehető legtöbb Európai Uniós forrás tudja megszerezni a következő költségvetési ciklusba, ami minden szombathelyinek jó, fideszesnek is, szocialistának, mert lehet vele utat építeni, járdát fejleszteni, parkokat építeni, különböző digitalizációs projekteket és csinálni. Igen, nem volt egyedül, mert több ellenzéki polgármester jelölt volt. De hát, hogyha ez a mérce, hát hány fideszes polgármester, meg polgármester jelölt volt Brüsszelbe? Hát politika részben nekünk az Európai Unión is folyik, mivel ugye részei vagyunk, ezért ez természetes. Köszönöm szépen, hogy köszönöm. Eljött. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Most megtudjuk, hogy Jakubcsen Gabriellánál milyen témák lesznek. Szia! Szervusz, jó estét kívánok! Ma is jelentkezik a Jakubcsek Plusz. Az első témánk azzal foglalkozik, hogy Magyarországon közel 5000 kóros génhibával születő gyermeket tartanak számon, és ebből van olyan, amit ki lehetne szűrni, ilyen például a hemofília is. A második témánk speciális óvodák, éjszakai óvoda és kutyaóvoda, és még sok minden más, ami különleges. Várom Önöket 8:30-kor. Fontos és érdekes témák, tehát nézzék Gabi műsorát, utána pedig a híradót 9:30-tól, holnap pedig Róna Jágonnal az egyenes beszédet. Szép estét!